A magyar közjogi berendezkedésben van egy ilyen nagyon szép hagyomány, hogy azokat a vezetőket, akik valamely fontos tisztséget betöltöttek, egy településen, egy vármegyében, vagy akár az ország életében, a mandátumok lejártát követően is megilleti az a megszólítás, amellyel a hivatali idékben illették őket. Úgyhogy azt gondolom, hogy tisztelt polgármester asszonyoknak és tisztelt polgármester uraknak szólítani a jelenlévőket igenis helyén való. Román István ezekkel a szavakkal kezdte beszédét a csütörtök délelőtti ünnepségen a Vármegyeháza Besenyei termében, ahol azokat a polgármestereket köszöntötték, akik a jövőben nem folytatják településvezetői munkájukat. A főispán hangsúlyozta, a kormányhivatal és az önkormányzatok szorosan együtt dolgoztak az elmúlt években is, melynek során a kormányhivatal számos területen támogatta az önkormányzatokat, a közfoglalkoztatási programoktól a hatósági engedélyek kiadásán át egészen a törvényességi felügyeletig. Az elmúlt 5 évben jelentős mennyiségű dokumentumot kezeltek, 23.662 jegyzőkönyvet, 17.518 önkormányzati rendeletet és 272.141 önkormányzati határozatot dolgoztak fel közösen. Lezajlottak az önkormányzati választások a nyár elején, és október 1-ével hivatalba léptek vármegyénkben a polgármesterek, vagy folytatják azt a munkát, amit korábban elkezdtek, vagy vannak köztük sokan, akik meg sem érették magukat a választásokon, illetve vannak olyanok, akik nem fogják polgármesterként folytatni a munkájukat, akár milyen módon is beszéljünk. Azt gondolom, hogy egy óriási megtiszteltetés valakinek az, hogy a település életében polgármesteri tisztséget betölthet. Gyakorlatilag a mai rendezvény az arról szól, hogy a Vármegye közvéleménye nevében megköszönjük azt a munkát, amit a leköszönő polgármesterek végeztek. A köszöntőbeszédeket követően Román István és Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei közgyűlés elnöke közösen adták át Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter köszönőlevelét azoknak a polgármestereknek, akik nem folytatják tovább településvezetői munkájukat. A rendezvényen 28 polgármester jelent meg, akik mindannyian elismerésben részesültek az önkormányzatokért végzett áldozatos munkájukért és több éves szolgálatukért. Az elnök köszöntő beszédében kifejezte háláját a polgármesterek eddigi munkájáért, és hangsúlyozta, a jövőben is számít közösségi tevékenységükre. Első alkalommal adunk át Navracsics miniszter úr megbízásából olyan elismerő oklevelet polgármester kollégáknak, akik már nem folytatják tovább ezt a hivatást, ami emlékezteti őket arra a szolgálatra, amit a közösségért végeztek. Mindenféleképpen elismerésre méltó az ő szolgálatuk, hiszen nincs munkaköri leírásuk, mindennel foglalkozniuk kell, ami az adott településen történik, vagy legalábbis hozzájuk fordulnak az állampolgárok elsőként. Az esemény záró programjaként a résztvevők közösen megtekintették a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktár összefoglaló kisfilmjét. Az alkotás bemutatta a vármegye kulturális és természeti értékeit, hangsúlyozva azok jelentőségét a helyi közösség számára.